Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videós sorozatunkat, melyben egész kitevőjű hatványokról tanulunk. Mai leckénk témája hatványok egyszerűsítése. Azt már előbbről tudjuk, hogy csak azonos alapú hatványok esetén tudunk egyszerűsíteni. Így az egyszerűsítést kizárólag csak szorzás és osztás esetén alkalmazhatjuk. Vágjunk bele, nézzük akkor mai feladatainkat. Egyszerűsítsük tehát a következő kifejezéseket. Az első kifejezésünk így szól. A hetediken, törve B a negyediken, szorozva B az 5-en, törve A másodikon. Ennek a szorzásnak a megoldására két módszert is szeretnék bemutatni. Az első módszerben egyszerűen az azonos alapú hatványokat összeszorzom, illetve elosztom. Figyeljük az A alapú hatványt a hetediken, a számlálóban, a másodikon a nevezőben, ez azt jelenti, hogy osztani kell őket. A hetediken, osztva a másodikon. A B alapú hatvány esetében úgy szintén egy osztás kell, hogy elvégezzünk. B az ötödikent el kell osztani B a negyedikennel. Természetesen mindezek között szorzás található. Nézzük akkor ezeknek a hatványoknak a hányadosát. A hetediken, osztva a, a másodikon, tudjuk a szabályt, alapot lemásoljuk, kitevőket kivonjuk, ez lesz az 5-en. B az ötödiken, osztva B a negyediken, ebből pedig lesz B az elsőn. Valában annyit tehetünk, hogy ezt az egyes hatvány kitevőt elhagyjuk, így akkor a végeredményünk A az en szorozva B-vel. Olyan ígértem, a feladat megoldására két módszert szeretnék bemutatni. Nézzük akkor a második módszerünket, melyben alkalmazzuk a hatványoknak az egyszerűsítését. Az egyszerűsítés lényege, hogy azonos alapú hatványok esetében a hatvány kitevőkhöz hozzáadjunk, vagy kivonjunk ugyanannyit, mégpedig úgy, hogy valamelyik hatvány kitevő nullával alakuljon át, hiszen tudjuk, hogy bármely számon nulladik hatványon egyet ad, így azt a részt le tudjuk egyszerűsíteni. Konkrétan a hetediken, illetve a másodikon. A másodikomból könnyen, úgymond tudunk nullát kapni, mégpedig úgy, hogy kivonunk belőle kettőt. Tehát áthúzom a kettest, nullát írok, tehát kivontam a hatvány kitevőből kettőt, ugyanezt teszem az A hetediken esetében is. A hétből ha kivon a kettőt, marad csak öt. Ezt már írhatom a megoldáshoz, az ötödiken. B az ötödiken, B a negyediken. A. B a negyediken esetében, ha 4 négyet a hatvány kitevőből, marad csak nulla, ezt már tudom majd egyszerűsíteni. Úgy szintén a B az ötödikennél, ha kivonok a hatvány kitevőből négyet, marad csak B az elsőn, amit röviden, mint B írok le. Ha összehasonlítjuk a megoldásunkat, láthatjuk, hogy ugyanannyit kaptunk, mind a két módszer segítségével. Próbáljuk meg akkor a mostanult tanult egyszerűsítés módszerét alkalmazni a következő feladatnál. A harmadikon, törve B a nyolcadikon, szorozva B az elsőn, törve A harmadikonnal. Egyszerűsítsük először is az A alapú hatványokat. Mind a két hatvány kitevő 3, így akkor mindkét esetben ki tudok vonni 3-at belőle. 3-3 mindkét esetben 0 lesz. Ez az a jó, hogy mind a két hatványt le tudom egyszerűsíteni. Ami pedig a B alapú hatványt illeti, az egyes kitevőből kivonak egyet, így akkor marad csak nulla. Úgy szintén a 8-ból, ha kivanak egyet, marad csak 7. Ami azt jelenti, hogy maradt egy B a 7-en, ez a nevezőbe írom, hiszen csak átmásolom. A számlálóból, mivel mindent leegyszerűsítettünk, hiszen A0-on a is egy, B a 0 on is egy, így akkor a számláló röviden csak egy. Valójában tudjuk, hogy ugyanezt a törtet fölírhatjuk még egy formában, ha nem szeretnénk törteket használni. Ebből lesz röviden B 7 mínusz hetediken. Mind a két megoldás helyes. Ellenőrizzük le a mostani feladatunkat egyszerű osztással. Mit is tettünk? A harmadikont valójában elosztottuk A harmadikonnal. Alapot lemásolom, kitevőket kivonom, ez lesz A nulladikon, ez lesz az egy. B az elsőt osztottam B a nyolcadikonnal. Alapot lemásolom, kitevőket kivonom, és imán láthatjuk, hogy ha egyből kivonok 8-at, az mínusz 7 lesz. Ez lett tehát a B a mínusz 7 -en. Nézzük akkor az egyszerűsítést egy picivel bonyolultabb feladaton. A az en B a másodikon, törve C a 4-en D a hetediken, mindez szorozva, C a másodikon, D a 5-en, törve A harmadikon B, tudjuk, hogy ha nincs hatvány kitevő, az egyet jelent. Mindjárt föl is írhatjuk a tört vonalat, és nézzük, mi kerül a számláló, illetve mi kerül a nevező helyére. Kezdjük először is az alapú hatványt. A az ötödiken, törve A harmadikonnal. Mindkét hatvány kitevőből vonjunk ki 3 Ha 5-ből kivanak 3 marad csak kettő. ha háromból ból kivanak 3 marad csak 0. A nulladikonnal már nem kell foglalkoznom. Marad tehát A másodikon. Nézzük most a B alapú hatványt. B a másodikon, lent pedig B az elsőn. Mindkét hatvány kitevőből vonjunk ki egyet. Ha kettőből kivonok egyet, marad csak egy, vagyis B az elsőn. Ha egyből kivonok egyet, marad csak nulla. Ez az a rész, ami egy, amit nem kell írni. Tehát a számláló helyérve B az elsőn, vagy csak röviden B-t Nézzük most a C alapú hatványt. C a másodikon, lent pedig C a negyediken. Mindkét hatvány kitevőből vonjunk ki kettőt. 2 mínusz 2 az 0, ez lesz majd 1, C a nulladikon az 1, 4 2 pedig 2. Tehát a nevező helyébe átmásolom C a másodikon. Ami pedig D a hetedikent illeti, láthatjuk, hogy mindkét hatvány kitevő 7, így akkor mindkét esetben ki tudunk vonni belőle hetet, mindkét esetben marad nulla, ezeket a hatványokat egy az egyben rögtön le is tudjuk egyszerűsíteni. Ez lesz át a végeredményünk. Láthatjuk, hogy a végeredményből eltűnt a D alapú hatvány. A mostani feladatunkat ellenőrizzük le egyszerű osztással, hát ha valakinek így könnyebb. A az ötödiként, ha elosztom A a harmadikonnal, az lesz a, a másodikon. Így már láthatjuk, itt van a számláló helyén A, a másodikon. B a másodikon, osztva B az elsőn, az B az elsőn, én a számlálónál, itt van a B. C a másodikon, osztva C a negyediken. Akár meg is fordíthatjuk, hogy a nagyobból vonjuk a kisebbet, ha úgy könnyebb. Tehát C a negyediken, osztva C a másodikon, az C a másodikon. És ahol a nagyobb hatvány kitevő volt, tehát a nevezőbe, odaírom az eredményt, C a másodikon. És ami pedig a D a hetedikent illeti, D a hetediken osztva D a hetedikennel, az D a nulladikon, vagyis 1, ezért került ki a D a végeredményből. Az eddigi feladatainknál a hatvány kitevő kizárólag pozitív szám volt. Nézzük most olyan feladatokat, ahol a hatvány kitevő imád negatív szám is lehet. A következő feladatunk így szól. A 4 negyediken, szorozva B a harmadikon, mindez törve, C a negyediken, törve D a mínusz elsőn szorozva, c a mínusz másodikon, b a mínusz elsőn, mindez törve, a, a mínusz harmadikon, d a másodikon. Próbáljuk meg akkor a feladatunkat először is egyszerűsítéssel megoldani. Mindjárt ki a tört vonalat, és induljunk akkor először is az alapú hatvány kitevővel. A, a mínusz negyediken, illetve a mínusz harmadikon érdemes akkor a mínusz 3-hoz hozzáadni 3-at, hogy nullát kapjunk. Ez azt jelenti, hogy akkor a mínusz 4-hez is hozzáadok 3-at, marad akkor mínusz 1, a mínusz 3-hoz ha hozzáadok 3-at, marad 0. A a nulladikon az 1, azzal már nem kell foglalkozni. A számláló helyére tehát írhatjuk a mínusz elsőn. Nézzük most a B alapú hatványt. Azt látjuk, hogy mind a két hatványunk a számlálóban található, így akkor itt nem tudunk egyszerűsíteni, azonos alapú hatványok szorzataként megoldjuk. Alapot lemásolom, kitevőket összeadom, ez lesz B a másodikon. Nézzük most a C alapú hatványt. C a mínusz kettediken, lent pedig C a negyediken. Hát a mínusz kettőhöz érdemes hozzáadni kettőt, így akkor nulla lesz. Ha négyhez hozzáadok kettőt, így lesz C a hatodikon. C a 0-t nem kell írni, hiszen az 1, a nevező helyére pedig másolom a C a hatodikont. És maradt még a D alapú hatvány, itt is azt látjuk, hogy mind a két hatvány a nevezőben található, nem egyszerűsítem őket, azonos alapú hatványokként összeszorzom őket. D a mínusz elsőn, D a másodikon, ebből lesz D az elsőn, vagy csak röviden D. Ha mostani eredményünket szeretnénk még egy kicsit alakítani, ilyenkor az a szabály, hogy szabadulj meg a negatív hatvány kitevőtől, tehát hogy a végeredmény ne tartalmazzon negatív hatvány kitevőt. Ez azt jelenti, hogy a mínusz elsőnt letessékeljük a nevezőbe, így lesz csak a az elsőn, vagy csak röviden a, b a másodikon maradhat a számlálóban, c a, negyedik, c a hatodikon maradhat a nevezőben, és a d úgy szintén marad a nevezőben. Tehát ami negatív hatvány kitevő, helyet cserél, ami pedig pozitív, egyszerűen csak átmásolom. Biztos, ami biztos, ellenőrizzük le a feladatunkat hatványok osztásaként. A mínusz ként el kell osztani A mínusz harmadikonnal. Alapot lemásolom, kitevőket kivonom. a mínusz négyből kivonom a mínusz hármat, az ugyanaz jelenti, mintha a mínusz négyhez hozzáadnám a plusz hármat, így lesz A mínusz elsőn. A B alapú hatványt ott nem egyszerűsítettünk, a C alapú hatvány esetében pedig volt C a másodikon, osztva C a negyediken. Mínusz 2, mínusz 4, így lesz tehát C a hatodikon. És lehet is látni, A mínusz elsőn, imely található a nevezőben, mint pozitív hatványkitevő, kitevő, C a hatodikon, úgy szintén a nevezőben pozitív hatvány kitevőként. Láthatjuk, hogy akár egyik, akár másik módszert alkalmazzuk, ugyanazt az eredményt kapjuk. És ha még ez nem lenne elég, nézzük akkor ugyanezt a feladatot egy harmadik módszer segítségével. Talán ez a legbiztosabb módszer, de talán a leghosszabb is. Természetesen mindenki eldönti majd a feladat végén, hogy a három bemutatott módszer közül melyiket érdemes alkalmaznia. A mostani módszerünknek a lényege, hogy ami a számlálót, azt lemásolom vagyis a feladatomat így oldom, a 4 negyediken, b a harmadikon, ez csak másolom, a másik törtnek a számlálóját úgy szintén, c a másodikon, b a mínusz elsőn, és a módszernek a lényege, hogy a nevezőket fölviszem számlálóba. Tudjuk ilyenkor az a teendő, hogy a hatvány kitevőket megcseréljem. Vagyis c a enből lesz c a mínusz D a mínusz lesz D az elsőn. A másik nevezővel úgy szintén ezt teszem, A 3 harmadikomból lesz A harmadikon, D a másodikomból lesz D a mínusz másodikon. És a módszernek ez az erőssége, hogy immár azonos alapú hatványok szorzataként oldjuk meg. Nézzük hogyan. Kezdjük először is az A alapú hatványokkal a mínusz negyediken, szorozva a, a harmadikon, az a mínusz elsőn. b a harmadikon, szorozva b a mínusz elsőn, az lesz b a másodikon. c a mínusz másodikon, szorozva c a mínusz negyediken, az lesz c a mínusz hatodikon. És a végén d az elsőn, szorozva d a mínusz másodikon, adja d a mínusz elsőnt. Ha szeretnénk megszabadulni a negatív hatvány kitevőktől, tehát az A alapú hatványt, a C alapú hatványt, illetve a D alapú hatványt vigyük le a nevezőbe. Így akkor a végeredményünk. A nevezőbe kerül tehát az A, az első hatvány kitevőt nem kell írni, a B a másodikon az marad a számlálóba, C a hatodikon lesz a nevezőbe, és D az első, vagyis csak D úgy szintén a nevezőbe. Ha összehasonlítjuk a végeredményünket, láthatjuk, hogy mind a három módszerrel ugyanazt kaptuk. Leckénk elején említettem, hogy a lehetséges műveletek a szorzás és az osztás. Szorzáson már láthatunk jó néhány feladatot, nézzük, hogy mi a teendő akkor, hogyha a feladatban osztás is szerepel. x az ötödiken, y a mínusz harmadikon, törve z a mínusz elsőn, osztva, x a hetediken, törve, y a mínusz másodikon, z a hatodikon. Hát az osztásról tudni kell, hogy törtet-törtel úgy osztunk, hogy az első törtet megszorozzuk a második tört reciprok értékével. Ebben az esetben is így teszek. Fogom az első törtet és változatlanul lemásolom. Osztás helyett szorzást írok, és akkor most a második törtnek, vagyis az osztónak megcserélem a számlálóját és a nevezőjét. Figyeljünk arra, hogy változatlanul megcserélem őket, tehát itt nem kell előjeleket cserélgetni ami azt jelenti, hogy a számlálóban volt az x a hetediken, ez most lekerül a nevezőbe, változatlanul. A nevezőben volt y a mínusz másodikon, és z a hatodikon, ugyanígy fölkerül most a számlálóba. Tehát egyelőre csak azzal foglalkoztam, hogy megszabaduljak az osztástól. És miután már törtek szorzásáról van szó, hasonlóképpen, mint az előző feladatoknál, megoldom. Nézzük először is az egyszerűsítés módszerét. Kitesszük a törtvonalat, és nézzük majd, mi kerül a számlalóba, és mi a nevezőbe. x, y, z. Kezdjük először is az x alapú hatványjal. x az ötödiken, x a hetediken. Mindkét hatvány kitevőből érdemes kivonni 5 Így akkor 5-5 az 0, ezt már tudom egyszerűsíteni, 7-5 pedig 2. Így akkor a nevezőben mindjárt le is tudom másolni x a másodikon. Nézzük most az y alapú hatványt. Mind a kettő a számlálóban található, nem egyszerűsítek, azonos alapú hatványokként összeszorzom. Így lesz tehát y a mínusz ötödiken. Ezt a számláló helyére kellene, hogy írjam, de ha rögtön szeretnék megszabadulni a negatív hatvány kitevőtől, átkerül a nevezőbe, és akkor már pozitív hatványkitevőként kitevőként írhatom, hogy y az ötödiken. Maradt még a z alapú hatvány z a hatodikon, z a mínusz elsőn. Érdemes mindkét hatvány kitevőhöz hozzáadni egyet. Így akkor mínusz 1 plusz egy, az nullát ad, a plusz hat, plusz egy, pedig plusz hetet ad. És akkor z a hetediken, mivel pozitív a hatvány kitevő, átmásolhatom a számláló helyére, így kaptam meg a végeredményt, z a hetediken, törve, x a másodikon, y az ötödiken ellenőrizzük le a feladatunkat osztással. Összpontosítsunk csak erre a részre, ahol már szorzásunk volt. x az ötödiken, osztva x a hetedikennel, az x a mínusz másodikon. Íme a nevezőben itt található pozitív hatvány kitevőként x a másodikon. Y-nál nem egyszerűsítettünk, így akkor ezt át is ugram, nézzük most a Z-t. Z a hatodikon, osztva Z a mínusz elsőn, 6 mínusz mínusz 1, az lesz a 7, tehát z a hetediken. Íme a számlálóban, itt van a z a hetediken. Láttuk tehát, hogy ez ellenőrzésünk helyes. És nézzük akkor a mostani feladatunkat is, oldjuk meg az előbb tanult módszer segítségével, amikor az összes hajtványt fölírjuk szorzatként. Ez azt jelenti, hogy kezdem először is a számlálóval. x az ötödiken, y a mínusz harmadikon, majd a másik számláló, y a mínusz másodikon, z a hatodikon, ami a nevezőket illeti, mivel helyet cserélnek, megváltozik az előjel a hatvány kitevőnek, így a z a mínusz elsőnből lesz z az elsőn, x a hetedikenből pedig x a mínusz hetediken. Szorozzuk akkor össze az azonos alapú hatványokat. x az ötödiken, szorozva x a mínusz hetediken, x a mínusz másodikon, ha pozitív hatvány kitevőként szeretném felírni, akkor a számlálóval leírom a nevezőbe, lehozom a nevezőbe, így lesz tehát a nevezőben x a másodikon. y a mínusz harmadikon, szorozva y a mínusz másodikon, ez lesz tehát y a mínusz ötödiken, de ha úgy szintén pozitív hatvány kitevőként szeretném felírni, a számlalóból lehozom a nevezőbe, így lesz tehát y az ötödiken. És maradt még a z alapú hatvány, z a hatodikon, szorodva z az elsőn, az z a hetediken, ezt már írhatom a számláló helyére. És elérkeztünk feladatlapunk utolsó feladatához. Így szól, a-7-en, b a másodikon, törve x a harmadikon, y a mínusz harmadikon, mindez osztva, zárójelben, a másodikon, b a harmadikon, x a mínusz másodikon, y-nal. Mivel ebben a feladatban is osztás található, így akkor első lépésként szabadunk meg az osztástól, vagyis alakítsuk át szorzattá. Tudjuk, hogy ilyenkor az osztandó, tehát az első törtet változatlanul lemásolom. Az osztás helyett én már szorzást teszek, és akkor a második törtnek, vagyis az osztónak veszem a reciprok értékét. A mostani törtünk, mivel egyelőre nem tört, de ha törté alakítanánk, akkor a nevezője egy lenne így akkor ez a nevezőben található 1, ez lesz most az új számláló. Az itt látható rész pedig átkerül a nevezőbe, a másodikon, b a harmadikon, x a mínusz másodikon, y. És én már az osztást átalakítottuk szorzattá. Nézzük akkor az egyszerűsítést. Kezdem először is az a alapú hatványjal. a mínusz hetediken, a másodikon, Mindkét hatvány kitevőből érdemes kivonni kettőt. így akkor 2-2 adja a 0-t, ezt egyszerűsítem, mínusz 7, meg mínusz 2 pedig adja a mínusz 9-et. A mínusz 9-et viszont nem írom a számláló helyére, hanem rögtön átviszem a nevezőbe, így lesz a 9-en. Következik most a B alapú hatvány. B a másodikon, leny pedig B a harmadikon. Érdemes mindkét hatvány kitevőből kivonni kettőt. Így akkor 2 2 az 0, ezt a részt már tudom egyszerűsíteni, 3 2 pedig 1. B az elsőn, röviden csak B-ként írom, természetesen mivel pozitív a hatvány kitevő, maradott, ahol most van, vagyis a nevezőben. Következik most az X alapú hatvány. Mindkét X alapú hatvány a nevezőben található, nem egyszerűsítek, hanem összeszorzom őket x a harmadikon, szorozva x a mínusz másodikon, az lesz x az elsőn. A hatvány kitevő pozitív szám, így akkor a nevezőben írhatom, immár x-ként. És marad még akkor az y. Itt sem tudok egyszerűsíteni, hanem összeszorzom őket. y a mínusz harmadikon, szorozva y az elsőn, az lesz y a mínusz másodikon. De ha szeretném mindezt Pozitív hatványkitevőként fölírni, akkor nem a nevezőbe írom, hanem a számlálóba, és ez lesz tehát Y a másodikon. És ezzel leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!